Két hónapos zárás követően újra nyit a Gárdonyi Géza Színház, ahol négy ős bemutatót is tartanak péntektől. Március 17-én a Szerelem című táncelőadás premierjével kezdenek, melyben a fiatalkori problémákra helyezik a hangsúlyt. A darabban a Rót zenekar egyik száma is megjelenik, ezzel a színház és a rock élményét szeretnék egymáshoz közel hozni. 17-én már a Szerelem című darabunkkal nyithatjuk meg a Gárdonyi Géza Színházat, 18-án már a Nemzeti Táncszínházban mutatjuk be a darabot, ahol ami közös produkció a Gárdonyi Géza Színházban, Nemzeti Táncszínház és Gárdonyi Géza Színház. Ezek után játszunk tovább, utazunk sokat, illetve bérletben, Egerben játszuk a produkciót, még a hosszú évveszedelmet is meg kell említenem, mert a stúdió színpadon azt is láthatjuk. Az egész évadra a Szerelem volt jellemző, illetve április 7-én egy kuriózummal jelentkezünk a színházi olimpiai keretein belül, a április 7-en nagy péntek napján a Camel Dance Company-nek, egy izraeli együttesnek, Máté Pasi című darabját láthatja az egri közönség. A sajtótájékoztatón elhangzott, idén ünnepeljük Petőfi Sándor és Madách Imre születésének 200. évfordulóját. Ebből az alkalomból már elindult egy Petőfi 200 produkció, amit számos középiskolában bemutattak. A Bűvös Virág című Madách életművét bemutató produkciót is megtekintheti majd a közönség, melynek premierje március 24-én lesz. Blaskó Balázs igazgató kiemelte, a közönség szerepe a legfontosabb a társulat számára, mivel az állami és önkormányzati pénzek csupán a bérek kifizetésére elég, a megnövekedett energia és nyersanyag árakra már nem. Amikor májusban nagy valószínűség szerint és reményeim szerint meghirdetjük a következő 2023-24-es színházi évadot, hogy minél nagyobb számban váltson bérletet a kedves közönség, hiszen az ő jelenlétük, az ő jövőbe vetett bizalmuk, forintban kifejezett, bérletvásárlásban kifejezett bizalmuk, ez az a fajta hitel, amellyel a következő évadot el tudjuk indítani. Tóth Máté Miklós Arany Randevú című művének színpadi ősbemutatóját május 26-án tartják.